igazán sajnálom. Inkább befogtad volna a pofádat. Hát, rohadék! Ki vagy te? Vedd le az állarcot! Engem azért küldtek, hogy egy kicsit megdolgozzalak, te szemétállat! Véres küzdelem. Magyar hangok. Simon Mari, Forgács Péter, Rátonyi Hajnal, Orosz István, Csonka András, Hankó Attila, Nagy Gábor. A szinkront a Videó 2000 Kft. Megbízásából a Pannonbox Társaság készítette. Paretti és Paul Edwards. Fényképezte George Moradian. Írta Kay Hanna. Rendezte Albert Pyon.
mit akarsz tőlem, mondd. Ki vagy te? A nevem Rick Bardo, barátom. Nem ismerős az arcom? Nem ismerős a hangom? Miért lenne az? Pedig jó lenne. Bár van rá módszer, hogy emlékeztesselek. Azt nem tudom, miről beszélsz. Nem ismerlek, és nem ártottam neked. Nekem nem. Testvérem. Nem is rólam van szó, Davy. Ismersz engem? Azt hiszed, egy ismeretlennel is megteszem ezt? Nem szép dolog tönkretenni valakit, és még csak nem is emlékszel rá. Hidd el, nem tudom, miről beszélsz. Majd fölfrissítem az emlékeidet. Másodperceken múlik, és emlékezni fogsz. Baszódj meg! Ne! Szerintem te! Mind megkapják. Mint ahogy te is most. Itt az idő, Davy. Az ítélet napja. A bűnhődés. Az apokalipszis, vagy hívd, ahogy akarod, de el kell számolnunk a múlt bűneiért. Segíts emlékeznem. Segíts emlékeznem. 5 évvel ezelőtt megvádoltátok a bátyámat, hogy eladta az egyik mérkőzését. De nem tudta bizonyítani az ellenkezőjét. Így végül sikerült teljesen tönkretenni őt. Annak a négynek a nevét mondd meg, akit bemártották. Akik ráverték a balhét egy ártatlanra. Nem emlékszem. Emlékezz, Davy, méghozzá hajszál pontosan! Jól van! Mondom már! Bazd meg! Brent Calvé! Mike Johnson! Billy Munoz. És egy lány. Valamilyen Connie, de nem tudom, nem emlékszem. Ez is szép egy hullától. A bátyádnak nem akartunk ártani. Csak azt szerettük volna, hogy végre tiszta legyen ez a sportág. Szóval a tisztogatás áldozata lett. Nem ellene irányult. Hát persze, hogy nem. Csak tudod, ártatlan volt. Az ügy megmondva csinált. De már csak rám és a sátára tartozik. Tönkretették őt, ezért igazságot kell tenni. Mostantól az élet egy lidérc nyomás lesz. Lidérc nyomás. Baromi ijesztő, akárhogy is nézzük. Vagy én leszek a sztár Negászban. Személyre szóló meghívást küldök. És várni fogok türelmesen. Amíg mindegyik őtök rothadt lelke el nem enyészik. Íme a bűnösök, Max. Büntessük meg őket. Brent Coldwell-lel kezdem. Elviszem őt hozzád. Hú, de iszonyúan érzem magam. Borzalom.
Nem múlik. Nem múlik ez a rohadt fájdalom. Se pia, se fű, semmi nem segít. Drágaságom, megvigasztaljalak? Vigasztalás? Tudja a franc, mi az a vigasztalás? Mi az, hogy vigasz? Hogy a szarba vigasztalódhatnék én meg? Hát elég, ha rám nézel. Mi segíthetne rajtam, egy rakás szerencsétlenség vagyok. Pedig én megvigasztalnálak. Tényleg. Egy kicsit elfelejted a fájdalmadat. Akarod? Biztosan sikerül? Gyere, próbáljuk meg. Sikerülni fog. Na, menjünk. A szobádba? Hát persze. Lazítsunk egy kicsit a meccsem előtt. Holnap este ringbe lépek. Ráadásul én leszek a főszám. Csak nem. Te vagy a nagy kickbox bajnok. Te bizony. Nehéz súlyban. Mérkőzzünk meg? Látok benned fantáziát. Mivel én vagyok itt az egyetlen nőzáróra előtt. Ugyan már. Meglátod, nagyon kellemes lesz. Erőszöd a fájdalmamat? Legalábbis megpróbálom. Igazán kedves fiú vagy. Ne kéresd már magad. Nem érek rá egész éjjel. Idd meg az italodat, aztán induljunk. Már is. Jó van. Rendben. Menjünk, dobjuk föl magunkat. Kész vagyok. Mi az Istent akarsz azzal mondani, hogy kész vagyok? Én viszont nem. De igen, Brent Coldwell. Vegyél nagy levegőt, vagy röpül a golyó. Jó ét, szépségem. Nevem Bardo. Örülök, hogy még bent vagy. Honnan tudta, hogy én vagyok? Ki más lehetne? Mit akar? Nem mit. Kit? Téged akarlak, Billy. Szeretném, ha meglátogatnál néhány napra. Hát, ha megváltozna a véleményed az életről. Ki maga? Valaki, aki nagyon szeretne veled találkozni. Gyere, látogass meg, Billy.
A kocsitban meghagytam az utasításaimat. Maga őrült. Így van. Olyannyira, hogy megölöm a lányodat, ha nem jössz el hozzám ma este, Billy. A lányomat? Igen. A kedves kis Alice-t. Itt van ám velem. Akarsz vele beszélni? Igen. Helyes. Beszélj apáddal, Alice. Apa, ez az ember azt mondja, hogy eljössz értem. Siess, apa. Nagyon rossz itt nekem. Ennyi elég volt, Alice. Billy, ott vagy még? Ne bánts a lányomat, kérem. Tehát, este találkozunk, ha? Igen. Remek, de semmi trükk. Mert különben darabokban kapod vissza a lányodat. Ugye megértettük egymást? Igen. Helyes. Nevelj meg! Nem én tettem! Esküszöm, nem én! Persze! Árult el! A démon hová vitte a szajvénkat? Hogy azt okos kíván, hogy inkább öljenek meg? Nem hallod? Beszélj! Nem ismerem azt a démon, csak látásból. Nem volt semmi közös buli. Nem magyarázz, te rohadék! Azt ajánlom, nyisd ki a pofát! Nem én tettem, vigyétek el! Igen? Akkor miért futottál előlük, te rohadék? Azt hittem, a másik bandához tartoztok. Halljátok, üzletemberek vagyunk. Nagyon vigyázz, mit beszélsz, mert megjárod. Utoljára kérdem, hol a démon és a szajrénk? Fogalmam sincs, miért nem hiszitek el?
Köszön, Mike. Ismersz? Jobban, mint hinnéd. Mi az Isten folyik itt? Mikor jártál utoljára Vegasban? Feljössz hozzám? Azt mondtam Bobnak, megint üzleti vacsorára megyek. Ennek már sose jön meg az esze. Mit vársz tőle, 55 éves? Ha tudna a dologról, akkor se érdekelni. Csak attól fél, hogy egyszer nem megyek haza. Ha bekövetkezik, amit annyira várok, s enyém lesz a fele vagyona, számomra más lesz a világ. Az az igazság, rettentően szenvedek már ettől. Nem tudok aludni, rémálmaim vannak, és állandó fejfájás gyötör. És úgy érzem, mint ha valami kurva lennék. Csak rávetted a szemétládát, hogy szálljon be a vállalkozásba. Így gyakorlatilag a kezedbe került a világ legnagyobb harcművészeti központja. Nem tudom, mit akarsz még? Ennél többet. Valaha nem erről álmodtam. Nem érdekelnek már a harcművészetek sem, Steve. Egyébként több pénz kell még a vállalkozáshoz. Alig várom, hogy túlessek végre a válláson, és új életet kezdhessek. Szinte a véred is benne van ebben a vállalkozásban. Nem sétálhatsz ki belőle, Connie. Meg kell tennem. Végül is a férjem gazdag. Egy fél év múlva szabad leszek, és nincs több Lidérsz nyomás. Ha már Lidérsz nyomást említettél, hogy vagy képes lefeküdni ezzel az ocsmány véncsirkefogóval? A pénzére gondolok. A pénzét csókolom. A pénzével alszom. És te is itt vagy. Ha veled szeretkezem, akkor a valóságot érzem újra. Istenem, mennyit hibáztam. Hány embert megbántottam. Ne gyötörd magad. Felejteni akarok, Steve. Felejteni. Hello, Connie. Ha tudnád, milyen régen várom ezt a találkozást. Elnézést, hogy megzavartalak. Elfelejtettem, milyen olcsó kis kurva vagy. Nyilván le akartál vele feküdni. Semmi sem változott Huntington Beach óta. Talán onnan ismerjük egymást. Connie, most vertem halálra a barátodat és a szemed serebben. Hogy lehetsz ennyire hidegfejű ribanc? Igen, egy szívtelen, mocskos ribanc, aki sok embert látott már életében meghalni. Ki az Isten vagy te? A lelkiismereted. Mit akarsz, pénzt? Ebbe tévedsz. Meg akarsz erőszakolni? Ebben is tévedsz. Akkor mondd meg, mit akarsz! Estét akarok adni, és meghívlak. Igen. Csupán egy kellemes kis összejövetel a régi barátokkal. Jókat fogunk enni, és kellemesen elbeszélgetünk. Akkor ott a helyem. Nagyon érdekes fickó vagy. Biztosan remek lesz az esté. Ó, ez az esté maga lesz. A megvilágosodás. Nézd, én tudom, hogy mit akarsz. Igazán? Hagyjuk a mellébeszélést, és térjünk a tárgyra. Ezt hogy érted? Engem akarsz, nem? Azért jöttem volna? Igen. Csak ne bánts, kérlek.
Bármit megteszek, amit kívánsz. Valóban? Ha nem dőgsz. Nem pörgök be, és te? Tudod, hogy értettem. Csak nyugodtan. Ne csinálj butaságot, Connie. Nem akarod te ezt igazán. Nyugodj meg. A legjobb lehettél volna. A nagy Connie Angel. Az első női versenyző, aki képes arra, hogy legyőzzön profi férfiakat. Remek lábtechnika, de mégis könnyed. Igen, sokat hallottam rólad. Azért már nem vagy a régi, sem gyorsaságban, sem technikában. Egy kissé berosdásodtál az új munkakörödben. Mindjárt meglátod, mennyire vagyok rozsdás, te szemét. Szeretném, ha minden eszedbe jutna. A te érdeked. Most megölhetnélek. De még nem tudom, kit terhel a felelősség. Az igazi felelősség. Vajon mi az igazság? Remélem, hamarosan kiderül. És akkor meghalsz. Nem sokára találkozunk. Mind rendben vannak. Semmi utóhatás. Adjunk nekik még egy fél órát. Aztán belekóstolnak, mi vár rájuk. Nem sokára kiderül majd, ki a bűnös. Csak óvatosan, Brick. Ne felejtsd el, kik ezek. Mindig óvatos vagyok, tudod jól. Ugye nem érhet meglepetés? Én nem a bátyám vagyok. Ha ennek vége, mindent elfelejtesz? Már holnap mindent elfelejtek. Megígéred? Öt év után ennek már így kell lennie. És megint minden olyan lesz tényleg, mint az előtt. Olyan lesz minden, igen.
Rick nem sokára jön, és kezdődnek a mérkőzések. Mérkőzések? Mit mondtál? Connie, beszélj hangosabban, mert nem értelek. Milyen mérkőzések? Az ártatlanság és a bűn mérkőzései. Néhány évvel ezelőtt még mindannyian profi versenyzők voltatok. Világbajnokok vagytok, vagy voltatok. Bizony, Connie, mindegyikötök beáll majd a ringbe egy utolsó meccsre. Az élet nagy meccsére. Ezután nem lesz több küzdelem. Csak a halál. Ki vagy te? Max vagyok, Brent. De ezt már mondtam, mielőtt dugtunk a szállodában. Ne kérdezősködjetek. Brick hamarosan itt lesz. Ő majd mindent elmagyaráz. Az Istent akarnak ezek tőlünk. Halvány sejtelmem sincs. Egy bárban szedtem fel ezt a kurvát. Aztán dugás közben elővett egy pisztolyt. És valami szarral elkábított. Brent Coldwell? A jelenlegi világbajnok? Igen, az vagyok. És te ki a franc vagy? Mike Johnson a nevem. 3 éve világbajnok voltam fél nehéz súlyban. Emlékszem. Aztán később megszűnt ez a kategória. Én szüntettem meg. Most ismerlek föl. Connie Angel, a küzdősportok nagy támogatója. Elrabolták a lányomat. Hát te ki az Isten vagy? Nem hallod? Hozzád beszélek. Aha. Hogy hívnak? Billy. Billy Munoz. Billy Munoz? Nem úgy nézel ki, mint Billy Munoz öreg. Pedig ő az. Ez tényleg Billy. Most már megismerem. Semmit nem lehetett tudni rólad, Billy. Ugyan már. Leszarom a múltat, amikor fogalmam sincs, hogy fogok innen kijutni. Náluk van a lányom. Segítsetek. Ő a mindenem. Hagyj már békén. Segítsetek. Mindannyian segítségre várunk. Senki nem tud kiszabadulni. Dehogy nem. Csak tudod, olyan jól ülök itt. Hallgass el, Brent! Úgy látom, ti elég jól ismeritek egymást. Igen, néhány lepedőt már összekoszoltunk. Ugye, Connie? Nyalt ki, Brent! Szívesen. Bár még egyszer nem pörgetsz be. Legutóbb is milyen voltál? Szarban hagytál a legnagyobb máborban. Ki ez a Brick tulajdonképpen? Fogalmam sincs. Arról se, hogy miért csinálják ezt velünk. Eszembe jutott a meccsen Wood Wilsonnal. Wood Wilson? A könnyű súlyú bajnok. Igen. Az első férfi, akit legyőztem. Rögtön kiütöttem. Akkor azért voltam valaki. Szerintem, Connie, még mindig vagy valaki. Hidd el nekem. Ajánlom, hogy ezt vedd is komolyan, te seggfej. Úgy emlékszem, volt egy vizsgálat ezzel a meccsel kapcsolatban, Connie. Engem is megkérdeztek, tudok-e arról, hogy Wood eladta a meccset? A ti meccseteket. De nem tanúskodtam ellene. Ki is golyóztak ezért? Engem is behívattak. Meccsem lett volna. De nem engedélyezték, mert én sem tanúskodtam Wood ellen. Na és te, Brent? Te mit tudsz Wood Wilsonról? Semmit. Nem voltam akkor Vegasnak, még a környékén sem. Biztos ez, Brent? Nem vettél részt akkor valami reklámhagyárad? A büdös francban vettem részt, Connie. Nem jártam Vegasnak a közelében sem. Érted? Itt nem csak arról van szó, hogy megölnek minket. Az egyikünk tud valamit, és őket ez érdekli. Mire gondolsz? Én sem tudom. De történjék bármi, össze kell tartanunk. Segítsetek megtalálni a lányomat. Segítünk, Bill. Csak jussunk ki innen. Együtt.
együtt, értitek? Jézusom, talán ki tudom szabadítani a kezemet. Ez baromi jó volt, Billy. Nem tudom a többiek mit gondoltak, de én majd beszartam. És a következő lépés? Kiváljod a szemem? Billy, vigyázz! Jézusom, Billy, mit műveltél a karoddal? Csúnya dolog, Billy. Mégis csak a saját karod. Engem is milyen helyzetbe hoztál. Most mit kezdjek egy sebesülttel? Tudsz erre válaszolni? Ilyen az élet, Billy. Sérült árul lettél. Látni akarom a lányomat. Fogd be a pofát, Billy! Nem vagy abban a helyzetben, hogy követelősz. Azt ajánlom, viselkedj tisztességesen, és ne legyen veled több baj, értem? Miért csinálod ezt velünk? Fogd be a nagy pofádat! Sorra kerülsz, ha itt az ideje. Mindent megtudtok, ha eljön az ideje. Ezt szeretem benned, Connie. A fantasztikus eszedet. Nagyon kérlek, ne bánts! Akkor válaszolj a kérdésemre, Jack. Sam állt kapcsolatban mindenkivel, aki a vesztegetési buliban benne volt. Sam haverja volt a főnök, én meg Samtől kaptam az utasításokat. De Sam meghalt, Jack. 3 éve autóval esett érte. Lefejezte magát, mielőtt én megtettem volna. Így csak te maradtál, Jack. Az állami sportbizottság elnöke. Én nem ismertem a nagy főnöket. Sam haverja volt, nem az enyém. Én csak megkaptam a jutalékot és kész. Hidd el nekem, hogy az igazat mondom. Sam haverjának a kezébe futott össze minden szám. Jól van, Jack, jól van. Látod, nem is volt olyan szörnyű, ugye? Hidd el, a halál sem lesz szörnyű. Nos, akkor a következőt csináljuk. Megpróbálunk kommunikálni. Ugye, Jack mennyire érdekesen jellemezte Sam haverját? Szerinted is, Brent? Észt, én leszarlak téged, te seggfej. Az jó nagy beszarás lesz, Brent. Mert Sam haverja köztetek van. És az nyírta ki a bátyámat. Ez egy baromság. Akkor is igaz. Valamelyik őtök fölkavarta a szart. Nem. Ez így nem igaz. Én soha nem tanúskodtam. Soha nem álltam a bizottság elé. És nem tudok semmit Wood Wilsonról. Ó, mert te soha nem szolgáltattál ki belső információkat, Mike. Ha megtudta, hogy megvettek egy meccset, nem húztál hasznot belőle? A francba. A fekete fogadásokból leakasztottam valamit, de ki nem? A bátyám nem. Ebbe pusztult bele. Nem hittek neki. Elvették a kenyerét. Majd az életét. Egyikőtök benne volt a nagy lepénzelésekben. És erre a bátyám rájött. Ekkor az illető azt tanácsolta neki, hogy felejtse el az ügyet. A bátyám nyilván elküldte a büdös francba, sőt megfenyegette, hogy jelentést tesz a bizottságnak. Nem volt más hátra.
el kellett őt intézni. Melyik őtök volt az? Álljon elő, mert sok szenvedéstől megkíméli a társait. Melyik őtök rángatott bele ebbe a szarba? Mind bűnösök vagytok, Brent, de egyik őtök bűnösebb a többinél. Ez is baromság. Lehet, hogy valamelyik őtök gyilkos, Brent. Ezt meg hogy érted? Egyszerű. Elmagyarázom. Mindenkinek külön. Kezdjük Mike-kal. Fürgén, Mike, vagy beléd szalad egy töltény. Na gyerünk, gyerünk, állj föl! Nem hallod? Nincs sok időnk, holnap itt kutyakiállítást rendeznek. Na mozgás! Mike, ha szétrúgod a seggét, fizetek egy sört mindenkinek. Jól van, bajnok. Na figyelj, Mike! Elmondom neked, hogy mi következik. Addig küzdünk, amíg egyikünk meg nem hal. Ha nyersz, mindannyian szabadok vagytok. Ha én nyerek, s te halsz meg veled, nincs több gond. Van még kérdésed? Mi lesz a nővel? Ha szétrugom a segged, ő is elenged minket? Elenged? Jézusom, de maga biztos vagy. Emiatt ne aggódj, ha megölsz vele, nem lesz problémátok. Ezt megígérem. Megbízhatsz benne. Akkor kezdjük, seggfej. Ötére te is belekeveredtél egy meccs megvételébe. A bátyám nem vett részt az ügyletben. Téged küldtek el hozzá a fejesek. Meg kellett volna győznöd. Ide figyelj, én nem bántottam őt. Megmondtam neki, ha nem vesz részt a buliban, esetleg némelyek ezt rossz néven veszik. Nekem ez volt a dolgom. Igazán? Csak ennyi? Nem közölted véletlenül a barátaiddal, hogy Wood Wilson bajt okozhat? Nem ajánlottad föl, hogy majd te elintézed? A büdös francot. Fiatal voltam. Csak járt a szám. Csak a pénz miatt volt. Igen, ez nyilvánvaló. Nem vitás. De megmondtad a haverjaidnak, hogy Wood Wilsonnal baj lesz. És fölajánlottad, hogy majd te elintézed őt. Nem igaz. Nem tettem ilyet. Ezt hamarosan kiderítjük, Mike. Thank you.
nagy fiú. Halott vagy, Mike. Ha elmondod, amit tudsz, elengedlek. Ne szorakodj, Mike. Mondd el, amit tudsz. Ne törődj a többiekkel. Ők sem tennének meg neked semmit. Ugye rávetted Woodot, hogy feküdjön le Connie-nak vagy másnak? Megmondtam már te szemét, hogy nem tettem ilyet. Jó van, Mike. Ahogy gondolod. Te akartad, te mosok! Én beszélek! Tényleg, Billy? Akkor gyere ide föl! Sok sikert, Billy. Inkább neki kívánt. Tépd szét a mocskot. Gyerünk, te ruhadék, mozgás! Ez igen, Billy. Aggódsz Mike életéért? Látni akarom a lányomat. Akkor halljuk a mondandót. Nincs algó. A lányod megnyúzva és szétdarabolva lóg néhány hentes kampón. Ha láttam, majd beszélek. Ugyan, Billy, ne csigázz tovább. Halljunk egy kis kóstolót a mondandótból. Nincs algó. Hol a lányom? Már régen halott, Billy. Régen halott! Isten! Ah!
évvel telt azóta, Billy. Emlékszel? Eladtad a bátyám elleni meccset. Majd azt vallottad, hogy ő volt a hibás. Tudod? Ismerem az akkori helyzetedet. A karriered majdnem véget ért. A feleséged elhagyott, a két gyerekről neked kellett gondoskodnod. Pénzre volt szükséged. Több pénzt ígértek neked, mint amennyit valaha láttál. Én ezt mind megértem. Az indokaidat megértem. Az Isten tudja. Talán én is ölnék a gyerekemért, ha lenne. Megölted a bátyámat. Én megöltem a lányodat. 50-50. De figyelj rám, Billy. Nagyon figyelj rám. Most megsérültél. Talán bele is halsz. De hallgass rám és gondolkodj. Van még egy gyereked. Egy 6 éves fiú. De ővele semmi nem fog történni. Nem esik bántódása, ha megmondod nekem. Kimártotta be a bátyámat. Mondd meg, hogy kimártotta be. Ki volt az? Koni vagy? Egyikük sem. Egy levelet kaptam, esküszöm. A fiamat ne bántsd! Áruld el, ki volt! A fiad élete a tét! Nem mondhatok mást! Jó van, Billy, ahogy gondolod. De vedd úgy, hogy a fiad is halott. Nem! Úgy látszik, ketten maradtatok. Te következel, Brent. Nagy volt a pofád. Hadd halljam a mesédet. Örömmel megyek, te mocsok. Még a szart is kitaposom belőled. Hát akkor gyere, próbáld meg. Engedd föl, Max. Hozzám le, érte, Ivanc? Vigyázz magadra, te seggfej! Ez rossz húzás volt. Na nyomás, föl a ringbe! Világbajnok. Megtisztelsz, Brent. A szupercsaló személyesen. Nem mindennapi élmény egy magamfajta amatőrnek egy igazi bajnokkal küzdenie. Szinte Rokinak érzem magam. Baszódj meg, seggfej. Rószat se tudok rólad, a bátyádat se ismerem. Nem tanúskodtam ellene, és nem vittem semmiféle üzenetet. Úgyhogy tehetsz egy szívességet. Engedj el, és egy szót sem szólok az egészről senkinek. Ezek szerint tévedésből hoztalak ide? A nagy detektív. Miért hinnék neked? Nem vagy valami nagy igazmondó. Nekem a karrierem mindennél fontosabb. Ne itt kockára teszem egy ilyen fickóért. Itt emberek haltak meg, Brent. Nem fogok sírva fakadni. Jézusom, hidegfejű mocsok. Nem, okos mocsok vagyok. Ez az. Te mindig okos fiú voltál. Mindig első akartál lenni. Ugye bármire képes lennél a karriered érdekében? Így van. Akkor a te ötleted volt eladni a meccset, nem? Ez marhaság. Jött a pénz akkor számolatlanul. Hisz könnyű volt eladni a meccseket. Igaz? Mindannyian jól éltetek belőle. Neked pedig azt ígérték, hogy világbajnok leszel. Minden szép volt. Csak attól féltél, hogy valaki véget vet a szép életnek.
hirtelen aggódik eszél a jövődért. Baromság! Pedig így történt minden, Brent. Igen, csak bedühöttél. De a többiek megnyugtattak, hogy mindent elkennek. Te csak ne törődj Wooddal. Viszont ettől te nem nyugodtál meg. Nem, nem bíztál eléggé a nagyfejű haverjaidban. Attól féltél, előbb-utóbb csak kiderül a dolog. Igen, elvetetted Wood engedélyét, a becsületét. Meghurcoltad. Gátlástalanul belegázoltál egy ember életébe. Nem, nem. Nem is azt tetted. Egyszerűen és nyíltan kimondva megölted. Mi a franc ez, Brent? Megölted Wilsont? Így van, Connie. Pontosan ezt tette. Rendesen elintézte Wood Wilsont. Megölted a bátyámat, te szemét! Na! És meghalni, Brent. Kérlek, jóvá teszem. Ne bánts. A bátyám nem könyörgött. Ezt onnan veszed. Mocskos állat, ott voltam. Ott voltam, te rohadék. És nem kérleltelek. Te rohadék. Mike.
Már csak egy van, Brick. Az utolsó is vége. Pihenj meg, van időnk. Nem. Fejezzük be. Megmentettél, Max. Ez a dolga egy ápolónőnek. Szerencsém volt veled. Te viszont új életet kínáltál nekem. Nélküled még mindig ott mosnám a szart abban a kórházban. Ennyivel kellemesebb ilyen izgalmas kickbox meccset nézni. Tudtad, hogy nehéz lesz, Brick. Hamarosan túl leszel az egészen. Csak a nő van, Brick. Connie Angel már az utolsó. Nyírd ki ezt a ribancot, és új életet kezdhetünk végre. Hozd a lányt, Max. Ez nem volt szép, Connie. De nem is vártam tőled mást. Hidegvérű gyilkos. Szegény Max. Szeretett engem. És úgy törődött velem. Istenem, mi mindent ígértem neki. És így kellett végeznie. Rohadt kurva! Hát ennyit ér neked egy élet, te rohadék! Hát igen. Így van ez. Igen, 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 igen. Szerettelek, Connie. Nem kellett volna ezt tenned. Ez nem lett volna szabad. Hidd el nekem, hogy ez nem lett volna szabad. Miről beszélsz? Istenem. Én vagyok Wood Wilson. Pontosabban én voltam Wood Wilson. Vagyis nem tudom már. Be akarod mesélni, hogy te vagy Wood Wilson? És ezt higgyem is el neked. Én ismertem Wood Wilsont. Együtt éltünk, szerettük egymást. Ismertem Woodot, te nem ő vagy. Tudod, egészen más vagyok, mint a régi Wood. Brent rendesen szétverte a pofámat. Egy ólomcsővel. Véres húszafat maradt belőlem. És nem hagyta abba addig, amíg el nem fáradt. És végül úgy gondolta, annyi veréstől meg kell halnom. Az orvostudomány már csodákra képes, Connie.
Rám találtak. És megmentettek, helyre pofosztak. Olyannyira, hogy annyi fémalkatrészt raktak belém, hogy a repülőtéren síphol a biztonsági rendszer. Mindent helyre pofosztak. Új arcot kaptam, új egyéniséget. Nem jobbat, csak mást. De nem zavart, mert már úgysem voltam Wood Wilson többé. Mintha a bátyámat vesztettem volna el, akit szép lassan elfelejtek majd. Súlyosan megsérült az agyad is, Brick. Azt nem tudták helyre pofozni. De nagyon jól vagyok. Nagyon jól vagyok már. Ez nem Wood Wilson. Akit én ismertem, nem ilyen ember volt. Kedves, aranyos, kellemes. Te egy csecsemő vagy, aki dühötten gyilkol. De ha Wood élne, ő érezné, hogy mennyire szeretem, és mennyire hiányzik, és hogy milyen üres nélküle az életem. Kérném, hogy bocsásson meg. Elmondanám, hogy csak így tudtam őt megmenteni. Rájöttem, ha Wood nem sportolhat tovább, akkor belepusztulna. Nem is bántad volna, Connie. Vagy ki tudja. Talán ezt hívják így, vakszerelem. Igen, benne voltam a buliban. Segítettem nekik mindenben. Mindenben. Én voltam a főnök. Egész egyszerűen úgy gondoltam, lesz elég pénzünk és kiszállhatunk. Wood és én békében élhetünk. Úgy gondoltam, ezt kell tennem. Azt nem hittem, hogy tönkre teszik. Hogy képesek mindenre ennyi év tisztességes játéka után. Magunkért tettem. Csak hogy Wood elvakultan becsületes volt. A végletekig bizonyára gyűlölne most. Elkezdett a pénz ömleni, és kicsúszott minden a kezemből. Nem tudtam megvédeni Woodot. Azt hittem, hogy jót teszek. Az ő érdekében cselekszem. Szeretlek, Connie. Mindig is szerettelek. Én is szeretlek. Hogy jutottunk idáig? Én vagyok a hibás. Az én hülyeségeim miatt történt. Annyira sajnálom. Elhiszem. Mit tehetünk ilyenkor? Helyrehozható még valami? Én azt szeretném. Helyrehozni mindent, Connie. Nincs tovább, Wood. De van még egy kis időnk. Vége! Megyek a rendőrségre. Mire ideérnek, megölöm Billy lányát! Ha legyőzlek, engedd el a lányt. Rendben. Itt a kulcs, ha legyőznél, engedd el. Igazad volt, Brick. Ennek így kellett történnie. Rég várom ezt a percet. Nagyon régen, Connie. És azt is érzem, hogy te is. Ah!
engem nem nyírsz ki, mint a bátyámat. Nem fog sikerülni. Nem ütsz ki az első menetben. Akkor tényleg az volt a helyzet, hogy én voltam a jobb? Hát persze. Bátyámat, Connie! Végül egyszerűen megölted! Ha tudnád! Mennyire szeretett a bátyám téged! Inkább meghalt volna, mint hogy bántson! De én nem ő vagyok! Nekem mások a módszereim. Most már emlékszem. Erre emlékez majd, te seggfej! Azt hittem, te vagy Wood Wilson, de tévedtem. Te vagy Brick Bardo. Mert Wood Wilson meghalt 5 évvel ezelőtt. Megérkezett a vendége, Miss Angel. Köszönöm szépen, már is megyek. 1 perc. Ne aggódj, Billy. Gondját viselem a gyerekednek. Az a fontos, hogy mindennek vége.